Beszakadt az úttest, minden sávot le kellett zárni a Rakovszki utcában, és 60 lakás maradt ivóvíz nélkül. Döntés előtt az ország legszélesebb képzési palettájával várja leendő hallgatóit a Debreceni Egyetem. Újra hasznosítják, elszállították a főtérről a város karácsonyfáját, szociális tűzifa és komposzt lesz belőle. Köszöntöm Önöket! Január 12-e csütörtök van, kezdődik a napszemle. Már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Vélhetően csőtörés miatt beszakadt a nagyforgalmú Rakovszki Dániel utca, amit teljes szélességében le kellett zárni. A debreceni vízmű egy vízelfolyás miatt vonult ki reggel a helyszínre, de a munkálatok közben egy autó alatt is beszakadt az aszfalt. A szakemberek végül mind a 4 sávot felbontották, így az autós forgalmat rendőrök irányították a környező csomópontokban. Így nézett ki kora délután a Rakovszki Dániel utca madártávlatból. Egy lakossági bejelentés miatt vonultak ki csütörtök reggel a debreceni vízmű szakemberei az utcába, mert az ott élők vízelfolyást tapasztaltak. A szomszéd előtt ilyen sáros víz jött fel, a kaput összecsapkodta, és ők szóltak tegnap a vízműnek, és ma kezdték el a javítást. A hiba elhárítása közben beszakadt egy autó alatt az egyik sáv, a járművet autómentő szállította el. A csőtörés miatt 60 lakásban nincs víz, ami 200 embert érint. Legkorábban éjfélkor indulhat újra a vízellátás az érintett lakásokban. A debreceni vízmű tartálykocsiban szállított vizet az utcában élőknek. A vízmű nagy erőkkel vonult a helyszínre, 5 csapat dolgozott a probléma megoldásán. A szakemberek a szakasz feltárása közben úgy döntöttek, hogy mind a 4 sávot felbontják. Ahogy leszakadt a 2 sáv, lehetett látni alá, hogy teljesen alá üregelődött mind a 4 sáv, tehát a maradék 2 sáv, ami nem szakadt le, is teljesen alá lett üregelődve, ezért muszáj volt teljes útzárat elrendelni és feltörni, felvágni az utat. A munkálatok ideje alatt a 4-es főút Benedek tér és Ótemető utca közötti szakaszát lezárták, az autósok a megváltozott forgalmi rend szerint közlekedhetnek a térségben. A történtekről a helyszínen tájékozódott, és a lakosokkal is beszélt Pap László polgármester, Balázs Ákos alpolgármester és Uzonyi Attila debreceni rendőrkapitány. A DKV több járata is terelő útvonalon közlekedik, az útzár feloldásáig a 4-es és az 5-ös trolibuszok a Zégner tér felé kerülnek. 2 darab autóbusz járatunkat érinti, a 16-os, illetve a 26-os viszonylat jelzésű járatainkat. Ezek gyakorlatilag műszakos autóbuszjáratok, tehát a tevagyógyszergyárat szolgálja ki, valamint a nyugati ipari parkot. Idézőjelben szerencse az, hogy ezek viszonylag kevés járatszámmal közlekednek. A debreceni vízmű másfél hónapja a Rakovszki Dániel utca teljes csatornahálózatát átvizsgálta, akkor semmilyen problémát nem találtak. A szakemberek az esti órákban is a hiba forrását keresték, hogy azonnal megkezdhessék a helyreállítást. Eddig 20 000-en váltották ki a Debrecen városkártyát. A 2,5 éve indított program célja, hogy a Debrecenben élők kedvezményesen tudjanak igénybe venni minőségi helyi szolgáltatásokat. A városkártyát elfogadó helyek listáján már 48 partner szerepel, és a szolgáltatások köre folyamatosan bővül. A gasztronómia kétségkívül a városkártya egyik legnépszerűbb felhasználási területei közé tartozik. Ez a helyi olasz étterem is az elfogadó helyek között szerepel. A tulajdonosok fontosnak tartották, hogy csatlakozzanak a város kezdeményezéséhez. 2021-ben nyitottuk meg éttermünket, és ezen keresztül a városkártya programon keresztül minél több embert ismerhettünk meg, és ez kiemelten fontos volt számunkra az étterem megnyitásánál, hogy minél hamarabb Debrecen város és a közösség része lehessünk. A Debrecen városkártyát eddig 20 000-en váltották ki. A gasztronómia mellett már a sport, a közlekedés és a kulturális szektor is szerepel az elfogadó helyek között. De például a debreceni református nagytemplom is csatlakozott a programhoz.
A városban élők így már 48 helyen kaphatnak kedvezményt. Én úgy gondolom, hogy a városkártyának közösségépítő értéke is van, ezért a jövőben szeretnénk továbbfejleszteni, azt mindenképpen is keressük a területeket, ahol bővülhetünk. A városkártyák 3 évig érvényesek. A Turinform irodában és a Malom Parkban a DV Parking ügyfélszolgálatánál lehet őket elkészíttetni. Az ország legszélesebb képzési palettájával várja leendő hallgatóit a Debreceni Egyetem. Az intézmény 13 karán több mint 200 különféle képzésre lehet jelentkezni február 15-éig. Idén is lesznek újdonságok, melyek közül igazi kuriózumnak számít a kortárs könnyű zenei alapképzés, illetve a precíziós mezőgazdasági mérnök szak. A hallgatók a tudomány és a munkaerőpiac igényeihez igazítja képzési profilját a Debreceni Egyetem. Erről is beszélt Barta Elek az intézmény mai tájékoztatóján. Az oktatási rektorhelyettes kiemelte, a Debreceni Egyetem 13 karon, 10 városban, köztük határon túli településeken is, az ország legszélesebb képzési palettáját kínálja leendő hallgatóinak. Több mint 200 féle szakirány szerepel ebben a repertoárban. Ebben vannak alapképzési szakok, szám szerint 69 alapképzési szakra lehet jelentkezni, 78 mesterszakra, 6 osztatlan szakra, 7 felsőoktatási szakképzésre. A klasszikus szakok, szakirányok mellett újdonságok is lesznek az egyetem képzési palettáján. Ilyen például a kortárs könnyű zeneszak, ami Magyarországon egyedülálló, de Európában és a világ más részein is csak kevés helyen van. A másik újdonság a precíziós mezőgazdasági mérnökszak, illetve indul Debrecenben villamosmérnök mesterszak is. A duális képzések köre is széles, az intézménynek ugyanis csaknem 150 vállalattal van ilyen irányú együttműködése. Fontos újdonság lesz az úgynevezett gólyaösztöndíj, amire tehetséges középiskolások pályázhatnak. Akik a középiskolai éveik során a különböző országos megmérettetéseken komoly eredményeket érnek el, és a Debreceni Egyetemre felvételiznek, majd pedig felvételt is nyernek, és aktív hallgató jogviszonnyal kezdik meg a képzésüket, akkor ők tudnak erre az ösztöndíj lehetőségre pályázni, és már az első fél évben egyszeri 100 000 vagy egyszeri 50 000 forintot kaphatnak. A tanulás mellett számos szórakozási lehetőséget is kínál az egyetem, amelynek 15 kollégiumában csaknem 5 000 hallgatót tudnak fogadni. A felvételi jelentkezési határidő február 15-e. Nem ismerte be bűnösségét és nem mondott le a tárgyalás jogáról az 1 évvel ezelőtt történt Szejcsentós rablási kísérlet elsőrendű vádlottja a mai előkészítő tárgyaláson. Rendőrök üldözték Debrecen belvárosában tavaly januárban azt a 2 szerb férfit, akik megpróbálták kirabolni a 60 utcai ékszerboltot, és tulajdonosát súlyosan bántalmazták. A testvérekkel szemben társtettesként fegyveresen jelentős értékre elkövetett rablás és súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség. Az elsőrendű vádlottnak az előkészítő tárgyaláson 10 év fegyházbüntetést indítványoztak. Mivel azonban nem ismerte el a bűnösségét, az ő esetében hagyományos tárgyalást tartanak majd. A másodrendű vádlott előkészítő ülését január 27-én tartják. Tüdőszűrést tartottak hajléktalanok számára ma egy erre a célra kialakított szűrőbuszon a Dobozi utcában. A Reformix és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat második alkalommal szervezte meg a mobil vizsgálatot. Szép jó napot, személyi tájkártyát kérek szépen. A személyes iratokat ellenőrizték elsőként, ezután következett csak a vizsgálat. A Reformix Dobozi utcai telephelyénél egymást követték a gondozottak a tüdőszűrőbuszban. Türelmesen kivárta mindenki a sorát, és örült a lehetőségnek. Soha nem lehet tudni, hogy mi van bennünk, mi lapul, és megelőzés céljából hamarabb kiderül, mint hogyha még furikáztassuk a betegeket, itt azonnal helyben megcsinálják. És akkor hamarabb megvan az eredmény, hogy van-e bennünk valami rossz indulatú valami. Hát én szerintem ez prima, nagyon jó ötletnek tartom. Második alkalommal szervezte meg a Reformix és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az egésznapos tüdőszűrést hajléktalan emberek számára. A vizsgálaton az intézményekben lakók és az utcán élők is részt vehettek. Vegyen egy mély levegőt, tartsa benn. A cél a hajléktalan emberek egészségi állapotának vizsgálata. Az egyedi kialakítású busz korszerű röntgengéppel van felszerelve. A felvételek értékelését tüdőgyógyász szakorvosok végzik.
A preventív vizsgálattal a kezdődő tüdőbetegségek jól kiszűrhetőek. Azért is látjuk fontosnak legfőképp az ügyfeleink érdekében, hogy kiszűrjük azokat, akik tüdőbetegek, TBC-sek vagy post-covid betegségek küszködnek. Eredmény várhatóan egy héten belül lesz majd. Akiknél elváltozást tapasztalnak, azokat a tüdőgondozó intézetbe irányítják. Az 1943-as Doni áttörés áldozataira emlékeztek ma a II. Világháborús debreceni hősi halottak emlékművénél, az Adjátok vissza a hegyeimet alapítvány szervezésében. A magyar hadtörténet legszomorúbb fejezetei közé tartozik a Donkanyarnál elszenvedett súlyos katonai veszteség. Az 1943. január 12-én kezdődött harcok során több mint 100 000 megfelelő felszerelés és téli ruházat nélküli magyar katona esett el, illetve megsebesült hadifogságba került. Törő András, a Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye püspöki irodaigazgatója beszédében hangsúlyozta: a hatalomvágy, a kevésség vezérelte azokat, akik miatt a magyar katonák az életüket adták 80 évvel ezelőtt a Donkanyarnál. Nekünk kell világosan látni a gonosznak a valóságát, hogy a gonosz igenis tud pusztítólag jelen lenni, tud ilyen értelmetlen harcokat, háborúkat megnyitni. És talán ennek a szempontjából érdemes egy kicsit rátekinteni a mai korunk eseményeire is, hogy mennyire van értelme egy-egy hatalmi harcnak. Ma bontották le a város karácsonyfáját. A főtéren a tűzoltók végezték el a munkálatokat. A kivágott és felaprított fa rönkjeit szociális tűzifaként osztják majd szét, a legaljazott lomb pedig komposztálásra kerül. Csak nem két hónapon keresztül gyönyörködhettek a járókelők Debrecen karácsonyfájában. A 15 méteres fenyő felállításában az ünnepek kezdetekor a debreceni hivatásos tűzoltók segítettek, ma pedig ők távolították el a főtér központi látványosságát. Miután a város a díszeket levette erről a fenyőről, utána a tűzoltók rögzítik a fenyőt, illetve körültekintően járnak el, hiszen nagyon sok ember jár itt a főtéren, ezért a területet biztosítják, majd motoros láncfűrésszel kivágják a fát, ezután a szállítás érdekében fel is aprítják azt. A munkálatok végén a fenyő törzsét daru emelte ki a talpazatból. A fenyő minden része hasznosítva lesz. A rönköket a deker telephelyére szállítják, és később szociális tűzifaként osztják majd szét. Az ide érkező haszonfa az fel lesz darabolva, fel lesz hasogatva, hozzá lesz adva a többi hasogatott fához, és körülbelül másfél hét múlva ki lesz szállítva a szociálisan rászoruló családoknak. A hatalmas fa legaljazott részei a főtérről az AKSD telephelyére kerülnek, ahol később komposztálják. Idén is az Apolló mozi ad otthont a magyar filmművészet egyik legnépszerűbb fesztiváljának, a Magyar Filmszüretnek. A hazai alkotók tavalyi terméséből több mint 30 film vetítése és közönség találkozók sora alkotja az idei, immár 7. seregszemle programját, ami 2 hét múlva, január 26-án kezdődik és február 4-ig tart. Labilis édesanyámmal és kisugommal nehéz körülmények között élünk. A 6-7 című mozi premier előtti bemutatójával indul majd az idei Magyar Filmszüret. A cím arra az örökbeadás előtti időszakra utal, amikor még meggondolhatja magát a gyermekéről lemondó anya. Idén is izgalmas témákat feldolgozó alkotásokkal jelentkezik az Apolló moziban a Magyar Filmszüret. 100%-ban magyar filmeket mutat be. Ugye több mint 30 filmmel készülünk a közönség számára, ezek közül a Zöme 2022-es filmalkotás, de lesznek premier előtti vetítéseink is. És melyik kötők született korábban? Egy ikerpárról szól a Veszélyes lehet a fagyi című alkotás. A filmben nyújtott kivételes alakításáért Stork Natasha megkapta a legjobb színésznő díját a New York-i filmhéten. Ez a mozi és a színésznő is itt lesz a hazai filmalkotások idei seregszemléjén. A számos nemzetközi díjjal elismert Stork Natasha egyébként a 7. Magyar Filmszüret egyik védnöke is. Nagyon klassz dolog magyarként magyar filmeket nézni, mert egyrészt ez egy olyan dolog, ami itt készül, itt és most nekünk, magyar embereknek, és valahogy a mi valóságunkról mond el valami olyan dolgot, amit az a rendező fontosnak tartott. Január 26-án kezdődik a Magyar Filmszüret.
A 10 plusz egy napos senekszemle a mozi élmények mellett közönség találkozókkal is segít az érdeklődőknek jobban megismerni a hazai filmkultúra tavalyi termését és a filmgyártás kulisszatitkait. A napszemle után a közügy jelentkezik. Ma a főszerkesztő Pincés Marian várja önöket. Szervusz, kik lesznek a vendégeid és milyen témákról fogtok beszélgetni a műsorban? Szervusz, köszöntöm a nézőket! Ma is folytatjuk a kérdések tisztázását a kínai akkumulátorgyárral kapcsolatban, ma gazdasági szempontból fogjuk megközelíteni a kérdést. Hogyha kíváncsiak arra, hogy a szakemberek szerint milyen hatással lesz a giga beruházás Debrecen, illetve a régió jövőjére, tartsanak velünk, azonnal kezdünk. Köszönjük! Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehir.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!